Üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban a Klebelsberg könyvtár repozitóriumaival fogunk közelebbről megismerkedni, melyekre contentas vagy contenta repozitóriumokként szoktunk hivatkozni. Ahogy arról a témakörhöz tartozó olvasóleckében már hallhattunk, a repozitóriumok olyan adatbázisok, amelyeket a könyvtára nagyrészt saját maguk építenek, és amelyeknek célja a teljes szövegű dokumentumok megőrzése és elérhetővé tétele a felhasználók számára. A Klebelsberg könyvtár repozitóriumairól bővebben a Mit keres menüpont Content a repozitóriumok fül alatt olvashatunk. Itt láthatjuk, hogy a könyvtár által üzemeltetett repozitóriumok teljes szövegükben tárolják, indexelik az oktató és kutató munka során keletkezett dokumentumokat, valamint tartalmazzák a Klebelsberg könyvtár digitalizálási programjai során keletkezett digitális objektumokat. A kontentának tematikusan elkülönülő repozitóriumai vannak, mindegyik más jellegű dokumentumokat gyűjt, és azok specifikumait figyelembe véve változhat a kereső felületük struktúrája is. Minden repozitóriumunk ePrints alapú repozitóriumban van tárolva, így hasonló módon lehet keresni bennük. Ha például rákattintunk az STE elektronikus tananyag archívum repozitóriumára, akkor mivel itt a Szegedi Egyetemen készült etnanyagok kerülnek betöltésre, ezért témák szerint is tudunk keresni a repozitóriumba, amire ha rákattintunk, akkor láthatjuk, hogy szakterület szerinti bontásban tudjuk böngészni egy-egy szakterület által feltöltésre került tananyagokat. Például, ha rákattintunk a biofizikára, egyrészt láthatjuk, hogy milyen szakterületekre van továbbbontva, de a biofizikához tartozó összes tananyagot is meg tudjuk nézni, amik feltöltésre kerültek a rendszerbe. Ezzel szemben, ha például rákattintunk az STE egyetemi kiadványok repozitóriumára, ahol a Szegedi Tudományegyetemhez tartozó folyóiratok, könyvek és könyvsorozatok vannak elsődlegesen feltöltve, akkor láthatjuk, hogy lehetőségünk van teljes művekre, és cikkek, tanulmányok szerinti bontásban is böngészni a feltöltött dokumentumokat. Ha rákattintunk a teljes művekre, akkor láthatjuk, hogy folyóiratok, könyvek vagy könyvsorozatok, illetve konferencia vagy workshop anyagok szerint tudunk keresni. Ha rákattintok a folyóiratra, és kiválasztom az Acta Cibernetica folyóiratot, akkor éves bontásban meg tudom nézni az adott számnak a teljes tartalmát. Ezzel szemben, ha a böngészés cikk tanulmány mű menüpontra kattintok, és ugyanúgy kiválasztom az Acta Cibernetica-t, és rákattintok a 2020-as évre, akkor láthatom a 2020-as számban megjelent összes tanulmányt kilistázva, rákattintva pedig az absztrakt kivonatok és egyéb adatok mellett bizonyos korlátozásokkal letölthetőek a tanulmányok. Ez általában repozitóriumonként változik, hogy hogyan lehet elérni ezeket a tanulmányokat. Természetesen a böngészésen túl minden egyes repozitóriumban van lehetőség összetett keresésre, keresés a repozitóriumban menüpont alatt található meg általában, ahol rá tudunk keresni akár a konkrét tanulmányra vagy könyvre, amire szükségünk van, azonban ezt az összetett keresőt nem fogjuk megnézni, ugyanis nemrég hozott létre egy olyan keresőfelületet, ahol a legtöbb repozitórium anyagait egyetlen kereső felületen tudjuk böngészni. A repozitóriumok részére elkészített közös keresőfelületet két helyen tudjuk megtalálni. Egyrészt a már korábban említett Mit keres menüpont Content a repozitóriumok fül alatt, ahol meg tudjuk nézni az összes Szegedi Tudományegyetemhez tartozó repozitóriumot, ott látunk egy keresőmezőt, amiben, hogyha beírjuk a keresőkérdésünket, akkor eljutunk a közös keresőfelületre, illetve ugyanez az egyetemi könyvtár honlapjának kezdő oldalán is megtalálható, a katalógus és az online források mellett innentől a content a közös kereső lesz a harmadik fül, ami könyvtárunk repozitóriumainak közös keresőjét jelenti. Itt tudjuk megnézni azt, hogy a közös kereső melyik repozitóriumok anyagait teszi elérhetővé, ugyanis van néhány olyan repozitóriumunk, amelyiknek tartalma nincs még betöltve ide. A következőkben meg fogjuk nézni a Content a közös keresőnek a működését. Ehhez a kezdő oldalon a Content a közös keresőre kell kattintani, és innentől az egyablakos keresőt már lehet is használni. Írjuk be azt, hogy Kristó Gyula,
és megkapjuk a content a repozitóriumok közös keresőjének felületét. Láthatjuk, hogy mivel egyablakos keresőt használtunk, ezért felül továbbra is egy egyablakos kereső fog megjelenni, ahol ki tudjuk választani, hogy mibe szeretnénk keresni a továbbiakban. Ahogy azt megszokhattuk az adatbázis keresőnknél és a könyvtár katalógusának keresőjénél, a bal oldal találunk szűkítési lehetőségeket. Az első szűkítési lehetőség megmutatja nekünk, hogy a keresett kifejezésünk melyik repozitóriumokban talált adatokat. Hogyha tudjuk, hogy milyen típusú adatokra van szükségünk, akkor itt rá tudunk szűrni. Például elektronikus tananyagot szeretnénk Kristó Gyuláról vagy Kristó Gyulával kapcsolatban keresni, akkor rákattintunk az elektronikus tananyagra, és megkapjuk azt a hármat, ami a kereső szerint releváns találat lehet. Fönt van lehetőségünk a bejelölt szűkítési lehetőségeknek az eltüntetésére. Alatta természetesen rászűrhetünk dokumentumtípusokra is, tudunk szűrni szerzőkre, tudunk szűrni a repozitóriumokon belüli további gyűjteményekre, és természetesen a megjelenés évét is be tudjuk állítani. Az adatbázisban megjelenő tételek tematikusan kategorizálva vannak. Például, ha én a régészettel kapcsolatban lennék kíváncsi további találatokra, akkor rá tudok szűkíteni ezek. Természetesen a találatainkat lehetőségünk van rendezni, relevancia, dátum, szerző vagy cím alapján. Most nézzünk meg a tényleges találati listánkat. Láthatjuk, hogy a találati rekord egy bizonyos ikonnal kezdődik. Ezek az ikonok azt jelzik, hogy melyik repozitóriumból lett kilistázva az adott találat. Például a fényképezőgép, a képtár és médiatéka a repozitóriumból listáz nekünk adatokat. Míg az STE feliratú könyv kinézetű ikon az STE egyetemi kiadványok repozitóriumából listázza az adatokat, éppen ezért láthatjuk is a tételnél, hogy ez cikk, és nem pedig kép, mint ahogy a médiatárban a legtöbb adat általában az. Lehetőségünk van kijelölni a rekordokat, és ezeket a rekordokat hozzá tudjuk adni egy tétellistához. Ha hozzáadtuk őket a tétellistához, akkor felül a tételnél látjuk, hogy két darab tételünk van a listában. Ezeket meg tudjuk nyitni, ki tudjuk jelölni, el tudjuk őket menteni abban az esetben, hogy be vagyunk jelentkezve, vagy lehetőségünk van arra, hogy exportáljuk valamilyen formában őket. Nézzük meg, hogyan néz ki egy tényleges tételünk. Ha rákattintunk a tételre, akkor láthatjuk a hozzá kapcsolódó bibliográfiai adatokat, illetve el tudjuk érni az eredeti repozitóriumba a tételt, ahol, hogyha olyan repozitóriumban van, ahol van ehhez jogosultságunk, akkor akár le is tudjuk tölteni azt. Ezen túl hasonló tételeket is felajánl a repozitóriumok közös keresője, ahol további releváns találatokat találhatunk. A továbbiakban nézzünk meg a repozitóriumok közös keresőjében, hogyan működik az összetett keresés. Hogyha rákattintunk az összetett keresésre, akkor egy új ablakot látunk, ahol bal oldalt van egy keresési segédlet, amit fel tudunk használni abban az esetben, hogyha elakadunk az összetett keresés összeállítása során. Az összetett keresésnél már több mezőbe tudunk keresni, ahogy láthatjuk, írjuk be például azt, hogy Európa története, és adjunk hozzá egy szűkítési lehetőséget, legyen mondjuk a második világháború. Láthatjuk, hogy az összetett kereső kifejezés alatt dokumentumtípusra, adatforrásra és megjelenés évére is rá tudunk szűkíteni. Nézzünk találatokat mondjuk az utolsó 10 évből, és kattintsunk a keresés gombra. Láthatjuk, hogy nagyon sok találatot kaptunk. A tematikus szűrés megmutatja, hogy elsődlegesen olyan adatokat kaptunk, amelyeknek történeti megközelítése van. Láthatjuk, hogy a címben az Európa története, második világháború minden egyes szava bármilyen módon megjelenhet, és nem csak a címben, hanem akár a leírásban is. Hiszen úgy adtunk meg, hogy a kiválasztott kereső kifejezéseink minden mezőben keressenek.
Itt is ugyanúgy van lehetőségünk használni a bal oldalt megjelenő további szűkítési lehetőségeket. A közel 2000 találat elég soknak tűnik ahhoz, hogy tudjunk vele valamit kezdeni. Lehetőségünk van az összetett keresés módosítására. Ha erre a gombra rákattintunk, akkor visszakerülünk a kereső felületre. Szűkítésként azt mondom, hogy a II. Világháború csak és kizárólag a címben jelenjen meg, míg az Európa története a kulcsszavak között listázzon. Ha így rákattintok a keresésre, akkor már csak 3 találatot kapok fel. Ugye láthatjuk, hogy ez a 3 találat, ahogy az ikon is mutatja, de bal oldalt az adatforrás is, hogy elektronikus tananyagarchívumban található meg. Ha rákattintok a találati listára, akkor visszakerülök a találati listára, és folytathatom tovább a böngészést. Sikeres keresést kívánok!